Szevasztok, Imi vagyok, ez itt a Game Day iroda, terítéken a Bajonetta. Néha visszaugrunk időben és előveszünk régebbi játékokat, vagy azért, mert kedvenc, vagy azért, mert aktualitása van. Így volt ez a Mirror's Edge-el, és így van ez most a Bajonettával, mert hogy mindkét játékból érkezik a második rész. Az első részek ismeretében pedig eldönthetitek, hogy a folytatást ráteszitek a várólistára, vagy nem. A Bajonetta atya Hideki Kamiya, akinek olyan apróságok fűződnek a nevéhez, mint a Resident Evil, a Devil May Cry, a Beautiful Joe, vagy az Okami, ami talán az egyik legszebb játék, amivel valaha játszottam. Szóval Kamiya elég laza arc, kitalál és elindít ikonikus franchise-okat, majd kiszáll, hogy valami újat alkosson. Így született a Bajonetta is. A Bajonetta egy third person hack and slash, rengeteg erotikával, tipikus japán tálalásban, százezres fordulatszámon. Főhősünk boszorkány, aki egy laza 500 éves csipkerózsikázás után ébred, nem emlékszik semmire és igyekszik kideríteni, hogy kicsoda is ő valójában. A sztori lassan indul, elég kuszának tűnik elsőre, aztán másodszorra is, de ahogy haladunk előre, egyre tisztább lesz. Nem világbajnok történet, de nem is rossz. Hogy őszinte legyek, ez itt egyébként is csak másodlagos. A lényeg a non-stop akció, ami borzasztó addiktív, látványos és izgalmas. Na meg mocsok nehéz. Az első gameplayben láthattátok, hogy kezdéskor három nehézségi szint érhető el. Nagyon könnyű, könnyű és normál. Ez mindent elmond arról, hogy mennyire hardcore a Bajonetta. Én normálon játszottam, ami egy átlagos játéknál minimum a nehéz szintnek felel meg. Attól, hogy hack and slash, még nem kell feltétlenül agyatlannak lennie egy játéknak, ez szerencsére igaz itt is. Meg úgy általában az összes Kamiya játékra. A Bajonetta tehát összetettebb annál, mint amennyire elsőnek tűnik. A harcok intenzitása, gyakorisága és az életerőnk végessége miatt folyamatosan fejleszteni kell magunkat, különben gyorsan bajban leszünk. Tudjuk cserélgetni a fegyvereink felosztását, a fegyverek típusát, növelhetjük Bajonetta életerejét, vásárolhatunk új technikákat és különleges képességet adó tárgyakat. A kombórendszer alapja három akciógomb és egy kitérés gomb. Zseniálisan működik, a tutorial tökéletesen és gyorsan, körülbelül 10 perc alatt megtanít a kezelésére. A játék fejezetekre van osztva. A fejezetrészek csőszerű pályák nagy terekkel. Itt kedvünkre bóklázhatunk és gyűjtögethetjük a rejtett tárgyakat, a crafting alapanyagokat és a pénzt, amiből nagyon sok kell majd. A harcok pedig legtöbbször a nagy nyitott tereken vannak. Ritkán ugyan, de van némi platforming, aminek a dizájnja remek, nekem a falon szaladgálós részek a kedvenceim. Nem kizárt, hogy néhányszor agyvérzést kapsz majd játék közben, ugyanis autószave rendszer van, ami helyenként olyan ritkán ment, hogy az élettől is elveszi a kedved. Van, hogy simán kukázhatunk 10-15 perc folyamatos, izzasztó akciót, mert halál esetén egyszerűen visszadob a pálya legelejére. Minden egyes sima harc azt az érzetet kelti, mintha boss fight lenne. Ezt az ellenfelek mérete miatt érezzük, illetve azért, mert a játék nem szórakozik. A korábban boss fightban legyőzött ellenfél típust később simán beadja pályaközi ellenfélnek, akár többed magával. A Platinum Games hozza a formáját. Minden harcot pontoz és osztályoz kombók, eltelt idő és sérülések alapján. És persze keményen kapod a pontlevonást, ha fejezet közben meghaltál, vagy ha használtál gyógyító, pajzs vagy sebzésnövelő nyalókát. A fejezet közben szerzett medálok alapján kapjuk a fejezet végi szobrunkat. Bele sem merek gondolni, hogy a platinum érmekért és szobrokért mennyit kell játszani. Már az sem egészséges, amit pénzgyűjtés miatt kell beletolni a Bajonettába. És ha ez még mindig nem elég, ott vannak a fejlesztői challenge-ek. Például meghatározott ütés és rugás számmal legyőzni az ellenséget, vagy bizonyos ideig úgy küzdeni, hogy nem érintjük a földet. Őrület! A zene ugyanolyan szürreális, mint maga az egész játék. A J-poptól kezdve a jazzen át a klasszikusig minden van. Elég laza Frank Sinatra átdolgozásra kaszálni az angyalokat, vagy Chopint hallgatni játék közben. Mielőtt kipróbáltam volna a Bajonettát, belehallgattam a zenékbe, és olyan cukormázas, hallgathatatlan gicsnek találtam az egészet, hogy majdnem szivárványt hánytam. Na, ez a vélemény a játék után gyökeresen megváltozik. Lövésem sincs, hogy honnan jött a Platinum Gamesnek, hogy mit tegyenek a harcok alá, de ez az up-tempo, elektronikus, csajos zene teli találat. Szóval jó tanács, hogy a zenébe a játék kipróbálása előtt ne hallgass bele, mert megtévesztő, és még véletlen elmegy a kedved a kipróbálástól. Viszont, ha egyszer elkezdtél bajonettázni, a zenéről se tudsz majd leszakadni. A bátraknak azért teszek le néhány linket. A Bajonetta maga a stílus. Ajánlható mindenkinek, aki igazi hardcore játékot keres. Pengék a reflexei. Szereti az összetett kombórendszert. Aki hajlandó 50-szer újra játszani bizonyos pályarészeket nehézség vagy pénzgyűjtés miatt.
aki szereti a nagyon japán dolgokat és anyakig lábtitkárnőket. Ha még nem próbáltál third person hack and slash-t, de szeretnél, a Bayonetta a legjobb belépő hozzá. A felsorolt pontok közül bármelyik hiánya azonnali Bayonetta undort és a játék meg nem értését eredményezi.